Adventi díszbe öltöznek az utcák, még akkor is, ha ebben az évben sok minden más a szokásosnál. Ez azonban nem csökkenti a közelgő karácsonyi ünnepre való ráhangolódás élményét. Paulikovics Ildikó, a rendezvény szervezési divízió vezető a vendégünk. Szia, köszöntünk a stúdióban. Sikerült kimondanom a megfejtett titulust. Hát megtaláltátok már Eger karácsonyfáját? Nem, továbbra is keressük. Mert azért azt tudni kell, hogy ez nem egy olyan egyszerű feladat. Tehát itt azért egy 12 méteres fa az, ami oda be kéne kerüljön, de nem lehet akármilyen törzse, hiszen egy megfelelő tartóba kell ezt behelyezni, biztonságosan kell elhelyezni, biztosan emlékeztek rá pár évvel ezelőtt azért történt probléma, tehát hogy mutatnia kell, sokkal jobbak, mondjuk általában jobban mutatnak, mondjuk az ezüstfenyők, annak más a textúrája, tehát hogy nagyon nem egyszerű a történet, úgyhogy még mindig ott tartunk, hogy keressük Eger idei karácsonyfáját, és szeretnénk egy igazán méltó szép fát oda helyezni, ha már egyébként a többi programelem az úgy néz ki, hogy nem lesz megtartva, nem tudjuk megtartani. Figyelj, Ildikó, hogyha valaki most néz minket, és azt mondja, hogy húha, nekem van egy ilyen fenyőfám, mert nyilván az elmúlt évek gyakorlatából azért ez már tudható, de mégis hol tudnak jelentkezni a fenyőfa tulajdonosok? A Városgondozás Eger, akár személyesen, a Homok utcán, akár telefonon, vagy egy e-mailt küldenek az ügyfélszolgálatunkra. Azt nagyon fontos tudni ilyenkor, hogy azért ennek nem olcsó a költsége, tehát nem kevés költsége van, az természetesen társaságunk állja ezt a költséget, darus kocsival kell kimenni, tehát egy 12 méteres fát nem egyszerű kivágni. Igen, nagyon sokszor ezt magánkertekből ajánlják fel, mondjuk túl nagyra nőtt a fa, nagyon közel van a házhoz, ezt egyszerű házi módszerekkel nem is lehet kivágni egyébként. Ezt mi mind elintézzük, csak végre megtaláljuk azt a fát, ami jó lesz nekünk. Már valahol van. Csak igen. Van, igen. Valahol van. Akkor beszéljünk arról a szerencsétlen helyzetről, ha lehet így mondani, ugye, hogy most úgy néz ki, hogy az adventi programok, ami Egernek egyik látványossága volt, azt hiszem, azok most átalakulnak. Erről mesélj egy kicsit nekünk. Hát sajnos az a rossz hírem van, hogy nem átalakulnak, hanem gyakorlatilag elmaradnak. Tehát ez a programokat érinti, vagy magát minden. A vásárt? Karácsonyi vásár sem lehetséges, a gyülekezési korlátozások miatt ez abszolút kizárt. Gyakorlatilag a vendéglátóhelyeknek be kell zárnia, a kijárási korlátozás lesz 8 órától, tehát ebben megint csak nem férnénk bele. 26 koncertet kellett lemondjunk. Ami azt gondolom, hogy döbbenetes. Folyamatosan csörögnek a telefonjaink, egyébként az ország minden részéből hívnak hasonló területen dolgozó kollégák, és mindenki kérdezi, hogy most mi hogy csináljuk, azért mégiscsak Egerben van a legnagyobb szabású vidéki adventi rendezvény, ez nagyon kevés városban van, hogy 40 napon keresztül szinte minden nap programok vannak, tehát nem csak szimplán egy vásár, és ezt most jó értelemben mondom a szimplánt, hanem hogy nálunk ez gyakorlatilag egy ilyen komplex kulturális rendezvény. Is. És akkor mindenkivel erre jutottunk, hogy ez most az a helyzet, ahol a biztonságunk a sokkal fontosabb, és ez egy ilyen faramuci advent lesz. Azt gondolom egyébként, hogy az advent mondani valójához hülye mindenki egy picit befelé fog fordulni, és szűk családi körben fogja várni az ünnepeket, és bízunk abban, hogy rövidesen túl leszünk ezen, és mi már most azon gondolkodunk, hogy hogyan ünnepeljük majd azt tavasszal, hogy végre kiszabadultunk egy kicsit, úgyhogy most már vannak erre ötleteink, de az Eger Advent 2020, ugye, az most sajnos elmarad. Ünnepézit evezzünk vidámabb vizekre. Mesélj kicsit kérlek erről az újra gondolt karácsony pályázatról, hogy kiknek, mikor, meddig, hogyan, hova. Igen, a Városgondozás Eger Kft. Ötlötte ki ezt a pályázatot általános iskolás gyerekeknek. Egy nagyon aktuális téma, azt gondolom, az ökotudatos gondolkodás, és úgy gyondoljuk, hogy a gyerekkorosztály, az általános iskolás korosztály az, ahol már érdemes elkezdeni. Sőt, egyébként akár óvodás korosztálynál is lehetne erről a maguk módján természetesen őrájuk lefordítva ezzel dolgozni, de most az általános iskolás gyerekekre gondoltunk. Azt szeretnénk, hogyha a csoportokban projektmunkát végeznének, végig gondolnák azt, hogy
milyen iszonyat nagy ökológiai lábnyomot hagyunk mi ezzel a karácsonnyal. A vásárolj, 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 csomagolt be 120-szor, minden évben új 50 papírba, mindig újat veszünk, és mindig kidobjuk, és azt gondoljuk, hogy talán ha a gyerekeink most ezen elkezdenek egy kicsit dolgozni, akkor ő belőlük majd olyan tudatos felnőtt lesz, akik erre odafigyelnek. Úgyhogy őtőlük várunk most pályázati anyagot, az alsósoktól karácsonyi ajándékokat, karácsonyi csomagolási ötleteket, vagy karácsonyfa díszeket várunk újra gondolt formában. A felsősöknél már egy picit komolyabban projektmunkára gondoltunk, akár videót készíthetnek, egy PPT-t, egy tablókiállítást, amit úgy gondoltunk, hogy egy tárlat formájában mutatunk be majd a Diógalériában. Ez lehet, hogy most egy kicsit felülbírálódik, hanem virtuális tárlatot fogunk rendezni egyelőre. Természetesen bemutatjuk nyilvánosan, csak nem személyesen lehet megtekinteni, hiszen tudjátok, hogy az intézmények is bezárnak, így a galéria is, hanem valószínűleg a honlapunkon fogjuk közzétenni, tehát virtuálisan meg lehet majd tekinteni, és amikor majd nyitnak az intézmények, akkor természetesen akkor személyesen is meg lehet tekinteni. Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és reméljük, hogy legközelebb, hogyha találkozunk, akkor már kicsit vidámabb dolgokról is tudunk beszélni. És a karácsonyfa alatt tudunk. És a karácsonyfa. Úgy sétálni, hogy igazi szép karácsonyfája van Egernek. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.